2013 nevű rendezvény, aki például szeretne részt venni személyiségfejlesztő tréningen. Lesznek közönség találkozók is, így író és költő nőkkel lehet beszélgetni. Elsajátíthatok szépségápolási praktikákat, valamint részt vehetek ismeretterjesztő előadásokon is. Különböző női tornákkal is ismerheted mindenki, aki kezdkere látogat, sok lesznek bizonyítatók és igazi nőies koncertek. És természetben együtt a kulturális élet mainstreamben is felfestül a napokban. Veszprémi tavaszi fesztiválhoz amikor még Nagy Magyarországról beszéltek, és annak ellenére, hogy a népesség mindössze csak 2,6 millió volt, bizony történt sok érdekeseket. Nagyon jó, és ebből lehetek, egyelőre pontosabban tudéstek nem állunk, tehát mindjárt jön a folytatás. Thank you.
esetre, hogy a barátaitokkal már induljatok, hogy a szállatokat ilyen jó lehetőség, hogy kínáltok, vagy ahova elmondtok merészkedőben. Ha összefézik, a 89-et nézik ebben hivatalos Facebook oldalán, és mindjárt belátogatunk a buzi termékbe, kíváncsiak vagyok, hogy milyen alkotások vannak rá, a megtudhatják egy telefonban. Maximum 3 kilót nyomhatnak a benne lévő könyvet, legalábbis ezt szeretné elérni a kormány. A tervek szerint szeptembertől másik kérjük kell a kívánokat. A sosok korra rendjét úgy adni csak ki, hogy ezeket megfejlett úgy sok könyvesi támogatóan. A különböző segítségek megfelelnek azt is, hogy úgy megmagasod ezt a nevesség, hogy kerülhet, vagyis így fog a 4-es megpolitikésen mondták a rész, a tervek szerint a megmutatási 80%-a már teljesen elkészült, és megmutatók képzett igazán, és a megmutatók egyébként közműépítési munkák kezdődtek az elteletéri végállomásnál. Ott a metró kiáratánál egy helyi és helyközi autóbuszpályaudvar is épül, sőt egy 500 férőhelyes pontos elparkolót is kialakítanak. Viszont a fővárosban a pillanatban kezdődött az új százvitában, mely egy 4 emeletes ház földszinti lakásra tullott ki. A tűzoltók már eloltották a pályókat, de az áramtalanítás és a friss miatt átmenetileg 20 embernek el kell hagyni az épületet. Összegézés gyanúja miatt 5 felnőttet és 2 gyermeket láttak el a mentők, egyelőre nem tudnak, hogy mi okozta a lángokat. Pálya lesz utazik az Eurovíziós dalfesztiválra. A kedvesem kémi daláról önnyert meg az előadó versenyt. A 8 döntőt egyébként a előadó közül a zsűri 4-ben kihette a mezőnk. A végét itt elvettem a szabásokat, hogy Kiki Vastag, Tamás és Pálya Lajc közül választottak. Szavazatot pedig volt a választottak. Így önképviseleti mezőmányokról van az Eurovíziós dalfesztiválon. A legutóbb most 16-ig Érsekeges időjárás miatt 5-en vesztették életüket. Egy anya és 3 gyermek egy autóban haltak meg, egy férfi pedig egy lavin temetett be. A UVR miatt több kilométeres dugók alakultak ki az autópályákon, sőt még egy gyorsvonat is kisiklott. 130 ember utazott rajta, de senki sem sérült meg.
bár már nem esik a hó a térségben, a leszakadt vezetékek miatt több mint 1700 épületben nincs áram. Az iskolájában erőszakoltak meg egy 7 éves kislány Gújdelhiben. A gyereket múlt pénteken találták meg egy út mellett, de csak most derült ki, hogy a saját súlyában történt a nemi erőszak. Tegnap rengeteget tüntettek Gújdelhiben, és még a nők védelmiért vonultak utcára. Tavaly évvégén is hasonló eset borzolta a kedélyeket. Akkor egy 23 éves lány hatan erőszakoltak meg egy buszon, az a lány belehalt a sérüléseibe. Bőrönben próbálta meg kicsempészni a börtönből szerelmét egy venezuelai nőt, de lebukott. Egy többszörös gyilkost akart kijuttatni. A nő egy üres bőröndöt vitt be magával, amikor meglátogatta a mindössze 154 cm magas férfit, aki belemászott a bőrönbe. Már majdnem kint voltak a kapun, amikor a rendőröknek feltűnt, hogy a nő botladozik, és nem kéne felemelni a bőröndöt. A biztonságért kinyitották a boltját, hogy a férfi perceken belül újra rácsukott a magát. Igazi kiránduló idő lesz délután is, egész nap sok napsütés és összeállíthatunk, csak északon, északkeleten lehet felhős a lény, de zárkózott meg. 7-12 fokig melegszik a levegő, este mínusz 1, plusz 4 fok
műsora állandó vendégünkkel és szakértőnkkel, Borsi Gergővel és Balogh Tamással, és mai első vendégünk Gilter Attila, Tököri Leptér rendezvény tervezője. Szia! Sziasztok! Hello! Folyamatosan azon gondolkodtam, hogy ugye most így a télből jövünk ki, hogy van ott egy jó nagy plac, és ha lefagyott nem lehetne, akkor ott a kezdőknek csinálni egy drift versenyt, mert nem kell annyira elrúgni az autót. Ez már megtörtént, tehát ezt felelőttük, igen, ez nem lehet megtörtént, úgyhogy csináltunk egy ilyen kis havasi snowdrift, snow gymtona eseményen vagyunk túl, 40 autó volt jelen, több száz nézővel, és évfúkos, csoportosulásos történet volt az egész, de az összes volt elutatott. Én gondolom, ez még följebb. Hát ez az már most már nulla színnek sem felel meg, ami ahhoz képest, ami idén lett, mert annyira fel vagyunk spanolva, hogy tényleg csillog a szemem. Hát úgy indulunk, hogy hát március 22-24-én megcsináljuk az ország első fede, szinkron és gymton a versenyét.
képesek vagyunk arra, hogy most is bennünket hallgatunk. Ha valaki kérdezi, melyik rádió hallgatunk, Music is the best. Music is the best. Music is the best. Music is the best.